Sziasztok! Ma egy nagyon finom karácsonyi süteményt fogok készíteni, flódnit, de ennek azt a változatát, ami nem tartalmaz tojást, tejterméket és glutént. Tehát gluténmentes lisztekkel fogunk dolgozni. Elkészítem a tésztát. Összesen 740 g liszt kell. Megmutatom először a tepsit. Ebben az IKEA-s tepsiben fog sülni a süti, tehát erre van kimérve a hozzávalóknak a mennyisége, és ez a tepsi, ez itt, ahogy nézem, olyan 23 centi, és széltében és hosszában meg 33, körülbelül. Erre van kimérve minden anyaghányad. A 740 g liszt úgy oszlik meg, hogy 530 g rizsliszt és 210 g csicseri borsó liszt. 532-10 az 740, ha minden igaz. 330 g mangalica zsírt láttok itt, és ehhez teszem hozzá a liszteket, rizsliszt, csicseri borsó liszt. Minden szobahőmérsékletű, a mangalica zsíron is látszott, hogy elég folyós. Jön még hozzá 85 g cukor, valószínűleg kimérte egy pár evőkanál cukrot, és az pont ennyi lett, és a tészta így is finom. És ez pedig nagyon fontos hozzávaló, 85 g útifűmaghéj. Ez is belemegy. Ezen kívül kell még hozzá egy csipet só. Tadam. Kell ezen kívül egy kis víz, bocsánat, de a vizet azt fokozatosan adom hozzá, hogy érezzem a tészta állagán, hogy kell-e még vagy elég. Egy picivel kezdem, és összeállítom. Ugye az a baj a mentes, gluténmentes lisztekkel, hogy nagyon nehezen állnak össze, nagyon nehéz őket formázni, és nagyon nehéz nyújtani, és ezt a videót azért ajánlom a figyelmetekbe, mert azt gondolom, hogy az elmúlt évek próbálkozásai oda vezettek, hogy van egy jó módszerem arra, hogy hogyan nyújtsuk, és hogyan mozgassuk ezeket a tésztalapokat, mert ugye a flódniról tudjuk is, hogy az egy emeletes sütemény, ráadásul mi még ennek is a több emeletes változatát készítjük, mert egyszer megkóstoltuk a karácsonyi vásárban Raj Ráhel-féle négy emeletes flódnit, és az nagyon-nagyon ízlett, és mivel nekünk van szilvafánk, és bőven terem rajta a szilva, és minden évben készítünk szilvalekvárt, ezért mi flódniból is, a rendesből, idézőjelben rendesből, és ebből a mentesített változatból is azt készítjük, amiben dió, mák, alma és szilvalekvár is van. Tehát el tudjátok képzelni, az embernek 5 tésztalapot kell begombócoznia, aztán kinyújtania. Hogyha ez nem okos sikerélményt, vagy nagyon bosszantó, akkor elég hamar feladja, de talán ezzel a módszerrel, ezzel sikerülni fog sikerélményt szerezni magunknak, az meg biztos, hogy az elkészült süti, az egy igazi ínyentség. Érzem, hogy kezd, ugye átnedvesedtek a lisztek, és az útifűmaghéj is kezd összekapaszkodni. Ezt azért használom, mert ugye semmilyen, a gluténben azt szeretjük a tészta készítésnél, hogy kialakul a gluténháló, ami szerkezetet ad a tésztának. Ez viszont, mint a vizes homok, akarna szétszaladni, és az útifűmaghéj szolgálja azt a célt, amit még egyéb esetekben a tojás is szolgál, hogy összeálljon a tészta. Itt most az útifűmaghéj az egyetlen mankó, ami segít egy kicsit össze tapasztani a lisztszemeket. Azért mondom, hogy igazából nevezhetjük mentes flódninak, de hát ma már sok mindenre mondják, hogy mentes,
És ez a flórmi sem mindentől mentes, mert ebben például van cukor. Tehát ez nem egy cukormentes flórmi. Ami ebben nincsen, az tehát a tojás, a glutén és a tejtermék, mert a mi családunkban erre van igény. Na, közben látható, hogy egész jól megy a gombócozás, kezemre sem tapadt túl sok tészta. És azt az állagot kell eltalálnom, amiről gondolom, hogy majd nyújtásnál is viselkedni fog, tehát nagyon nem fog töredezni a nyújtásnál, hanem úgy össze tudom tartani. Azért azt gondolom, hogy egy nagyon pici vizet még teszek hozzá, tehát nagyjából láthattad, hogy olyan 10 grammonként adtam hozzá a vizet. Ez lesz az, igen, úgy gondolom, ami már nyújtásnál is rendesebben fog viselkedni. Majd a következő feladatom az lesz, mivel ugye 4 rétegre különítjük el a sütit, és kell persze egy alsó réteg, vagyis egy alsó tészta, hogy 5 gombócot készítek. Tehát tészta, dió, tészta, mák, tészta, almatöltelék, tészta, szilvaleknár. Elkészültek a tésztabucik, úgyhogy a következő lépés az, hogy kipréselem az almát. Ez 8, ez mondjuk több, de azt mondanám először is, hogy egy 8 közepes méretű almát hámoz meg, reszelj le, és jó facsart ki. Azért ezzel kezdem, mert bár ez csak a harmadik réteg lesz, de szükségem van az almalére. Ugye egy egyszerű töltelékhez a diót, meg a mákot, azt megfőzhetnénk tejbe is, de mivel itt kerülni akarom a tejet, ezért az almalé lesz az egyik alapanyaga a tölteléknek, és azzal fogom megfőzni. Ez 300 g darált dió, ehhez adok 150 g cukrot, lehet benne vaníliás cukor is, nagyon jól illik bele. Adok neki egy csipet sót, mert tudjuk, hogy ez minden édességbe kell. És hát nem baj, hogyha az alma, ennyi lett a lé. Nem baj, hogyha egy kicsi az almából is megy bele. Nem adok sokat, mert meglátjuk menet közben, hogy alakul. És elkezdem főzni. Nem szeretném, ha nagyon híg lenne, és az történik a melegítésnél, hogy a cukor felolvad a nedvességtől, és ezért az elkezdi még hígítani a tölteléket, tehát azért nem szabad az elején az összes nedvességet odaadni neki, hanem azért meg kell várni, hogy amikor forró, akkor mit mutat. Nagyjából olyan állagot szeretnék elérni, ami kenhető, nem terül, hanem teríthető massza, és ebben még azt is bele kell kalkulálni, hogy nyilván egy kicsit, most ez forró lesz, de ahogy hűl, egy kicsit azért még szilárdul. Tehát azért megpróbálom már most ügyesen eltalálni, hogy mi látható, hogy ahogy olvad a cukor, már nem olyan darabos, hanem kezd kialakulni ez a kenhető állag. Nem adtam neki sok lét, egy nagyon-nagyon picit adok még, mert érzem, hogy ennyi még belefér. Majd, hogy megáll benne a kanál. Megállítsam a kanalat. Nagyon kellemesen illatozik az alma meg a dió, mert a dió ugye közben pirul is egy kicsit. Hát talán ezzel úgy leszünk, hogy ezt el fogjuk tudni teríteni a tészta lapon. Hát, nem könnyű eltalálni, de mondjuk nem adok hozzá többet. Nem adok hozzá. Majd inkább segítek neki, egyengetem a kezemmel. A diótöltelék kész. Mák tölteléket készítem el, ugyanúgy, mint a diót. 30 deka mák, 300 g darált mák, 150 g cukor, ugye, amiben lehet vaníliás cukor is,
és a jó kis finom almaléből egy kevés, aztán majd meglátjuk, hogy ahogy melegszik, hogyan olvad a cukor, és milyen lesz az állaga. Nem szabad, ilyenkor nem szabad kísértésbe esni, hogy jó, nyakon öntsem még egy csomó lével, hanem csak majd apránként. Ne felejtsem el a csipet sót, ugye, ebbe is kell. Hallom, hogy már rotyog, picit adok még neki. Igen, még egy picit. A rendes flódinál is úgy nagyjából a beigli tölteléket célozom meg, és ennél a flódinál is azt az állagot szeretném, valamint azt az ízt elérni. Nagyon jól áll az alma a diónak is, meg a máknak is. Nagyon finom, pikánsá teszi, és mivel amúgy is van a süteménybe alma, ezért harmonizálnak egymással a rétegek nagyon jól. Még egy kicsit morzsás, bár már elég jól melegszik, de látható, hogy még nem olvadt el a cukor. Ugye itt a mákban azért nagyon jól látszanak a cukorszemcsék, egy nagyon picit adok még hozzá. A mák egy kicsivel többet lett föl, mint a dió, de nem sokára ez is megvan. Az se jó, ha túl morzsás, mert azért azt szeretném, hogyha a süti, amikor elkészül, és egy kicsit még ugye pihentetjük a felvágás előtt, hogy a nedvesség úgy nagyjából eloszoljék benne, hogy akkor a máktölteléknél se legyen morzsálódós, hanem a máktölteléket is szépen lehessen vágni. De én úgy gondolom, hogy ez már az az állag, ami úgy összetapad, összeáll, de azért vágható is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is kész. És akkor ezt is csak félre kell tenni hűlni, ahogyan azt már a dió töltelékkel is megtettem. A mák tölteléket is átteszem egy tálba hűlni, és elég jól állunk a munkával, mert itt látható, hogy a hozzávalókkal megvagyunk. Megvan tehát az 5 darab 30 g-os tészta, buci, az első lesz majd a dió emelet, aztán a mák emelet, aztán az alma, és legvégül a szilva lekvár. Kezdhetjük a nyújtást. Itt van az 5 darab, egyenként nagyjából 30 dekás tésztagombócunk, és tudjuk jól, hogy nagyon nehéz a mentes tésztával dolgozni, anélkül, hogy repedne, szakadna, nyújtani is nehéz. Erre mutatok nektek egy technikát. Fogok egy sütőpapírt, ezen fogom kinyújtani a tésztát. Az 5 gombóc mindegyike egy-egy sütőpapírra kerül, és mivel a tepsi szögletes, ezért ezekből a gombócokból nekem ilyen tepsi méretű téglalapokat kell nyújtanom. Ezt úgy kezdem, hogy először is hengert formázok belőle, ugye ez lesz a kör négyszögesítése, egy kis tésztahenger. Most még állt a tésztánk egyébként, ezt gyorsan elmesélem, hogy állt egy fél órát körülbelül, de valószínűleg ezeknél a gluténmentes tésztáknál ez nem olyan fontos. Azért azt gondolom, hogy nem állt neki, mivel útifű maghé van benne, és az szerintem ilyenkor egy kicsit átnedvesedik, megduzzad, és segít, hogy a tészta egyben maradjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknél a fajta tésztáknál is egy ilyen fél óra állás időt a pulton, tehát nem hidegben, meg lehet adni. Most azt látod, hogy fullpakot terítek rá, mert ez lesz a tetején, ez alatt nyújtom ki. Előveszem a brutális méretű sodrófámat, nagyon kérlek, hogy ne ijedj meg. Én ezzel dolgozom, mert nekem ez vált be, ezzel dolgozom 30 éve, mióta háztartást vezetek, és hogy ez a Zsolti anyukájának a babanyújtó fája volt, vagy a már a nagymamájáé, ezt nem tudom, családi örökség, és mindent ezzel nyújtok ki. Fontos, hogy nem kell nekiesni, hanem tényleg nagyon finom mozdulatokkal
alakítsd ki a négyzetet, a téglalapot, hogy minél kevésbé törjön a széle. Ha mégis elkezd repedni, csak rásimítasz. Nem biztos, hogy eltalálom elsőre a tepsi méretét, ezért nem is célom, hanem majd méretre fogom vágni a kész, a kinyújtott tésztát. Nagyjából megpróbálom eltalálni a tepsi méretét, és megpróbálok úgy dolgozni, hogy egyenletes legyen a vastagság, és tartsam ezt a négyzetformát. Nem sokára eljutok ide. Látod, azért is jó ez a módszer, mert tiszta a sodrófa, tiszta a kezem, tiszta a munkafelület is, és a két fólia segítségével majd mozgatni fogom tudni ezt a tésztalapot, anélkül, hogy elrepedne, meg szétszakadna. Persze, a trükköt még nem árultam el, hogy tudnám én ezt leválasztani a papírról így, ahogy most van, sehogy. Az 5 darab tésztalap méretre vágva, a tepsibe fóliástul elhelyezve, be fog majd menni a fagyasztóba, és amikor kőkemény lappá fagy, akkor fogjuk tudni majd mozgatni, és akkor le fogjuk tudni választani róla a fóliát és a sütőpapírt. Na most azt csinálom, ráfektettem, és látom is, hogy nincs nagy különbség. Tehát nagyjából egy picit mindenhol kilóg a tészta, ez volt a célom. Itt most körül is vágom a tepsi méretében, és megmutatom azt is, hogy ez miért fontos. Egyrészt azért, hogy tényleg ne legyen nagyobb, hanem tepsi méretű legyen. Másrészt, most elemelem a tepsit, tehát kialakult a négyzet, amit akartam. Itt láthatók a határai, de az is látszik, hogy nem egyenletes a tészta, mert itt például sarkok lemaradtak. Tehát most azt csinálom, hogy ahol lemaradtak sarkok, azt ezekkel a fölösleges tésztalapokkal kipótolom, vagy tészta szélekkel kipótolom. Tehát itt kell egy kicsit mozaikozni, de ez semmi ahhoz képest, amit ha fólia nélkül dolgoznánk, akkor kéne véghez vinnünk, akkor ugye tényleg egy középkori szerzetesnek a türelmével kéne bírnunk, hogy azt a mozaik munkát elvégezzük. Tehát látod, mit csinálok? Szépen visszahajtogatom, hogy tényleg tepsi méretű legyen, pótolom a hiányzó részeket, ahol tökéletlenül nyújtottam, ott is legyen tészta, ahol lyukat érzek, vagy ahol nem elég vastag, oda is tudok tenni, és akkor már csak egy kis finomítás, igazítás, ezt visszahajtom, majdnem készen vagyunk, és mondhatom, hogy ez így inkább szórakoztató, mint sem bosszantó, és ha azt mondja most nekem valaki, hogy de hát ezt 5-ször kell megcsinálni, akkor szívesen vállalom, mert inkább sikerélményt adott, mint bosszúságot. Tehát látod, még egy kicsit így bele is lapítottam, és én ezzel elégedett is vagyok. Ami következik, hogy mozgatni tudjam, az annyi még, hogy kisebbre vágom a sütőpapírt. Ugye, hogy ne akadályozza aztán majd azt, hogy 5 tészta réteget betegyek a tepsibe. Ezért körbevágom a kereteket. És így már elmondhatjuk, hogy ez egy ilyen megnyugtató sütőmunka. Látod, azért utána lehet segíteni még kézzel. Nem egy bosszantó, nem olyasmi, amit az ember nem vár, nem akar, nem kíván, hanem egy olyan dolog, amivel szívesen készül a karácsonyra. Megvan az első tésztalap. Ezt ugye végtelenül egyszerű mozgatni így a lapok, vagy a fólia segítségével. Na, sikerült is eltalálnom a méretet, szépen belesimul. Amit pedig most nem fogtok látni a videón, az az, hogy én ezt még 4-szer megismétlem. Utána találkozunk.
Eltelt pár óra, és a lapok kőkeményre fagytak, ez 5 darab lap. Mivel szükségem van a tepsire, ebbe fog sülni, ezért a tepsit kiszabadítom, és ezen kívül egy lapot, az első lapot szintén leválasztom. Hát ez lehet mondjuk a felső-első lap is. És akkor meg is tudom mutatni, hogy milyen jó kemény. Egybe. Többit négyet visszateszem a fagyasztóba, hogy nehogy kiolvadjon, ami dolgozom. A tepsit kizsírozom, hogy semmiképpen ne tapadjon bele a süti. És elkezdem a rétegezést, és mivel a rétegezés végén a süti rögtön bemegy a sütőbe, ezért a sütőt 180 fokra légkeveréssel előmelegítem. Így fog sülni körülbelül 35 percet, majd 160 fokon még 15 percet. Ez a tervem. Persze meglátjuk majd, hogy ez hogyan módosul, hiszen eddig fagyasztott tésztával nem dolgoztam, de az lehet, hogy egy kicsit megnöveli a sütési időt. Az első réteg a diótöltelék. Elterítettem a diótölteléket. A következő réteg a mák lesz. Elterítettem a mák tölteléket. A következő lesz az alma. Csak mint egy építőjáték olyan. Az alma alá szórok egy kis darádiót. Ugye, mondjuk egy almás piténél zsemlemorzsát szoktunk, vagy még akár a rendes flódniba is belemehet, amiben nem törekszünk a gluténmentességre. De itt mondjuk almát, hogyha van még egy kis leve, akkor ez a dió felszívja, vagy ad egy záró réteget, meg különben is. Minél gazdagabb, annál finomabb. Jó. Erre jön a kifacsart alma, ami még nincsen megcukrozva, mert én az almás pitét is úgy szoktam, hogy a tetejére szórom a cukrot. Nem rakom eszméletlen vastagon, hogy ne uralkodjon el, hanem nagyjából olyan vastagra, amilyenre a dió és a mák tölteléket halmoztam. Megkóstoltam, elég jó savanykás alma, és nagyon jó szerkezetű alma volt, mert nem volt túl sok leve. De ezt ugye nem tudjuk előre, ezért is reszeltünk le olyan nagyon sokat. De ez nem baj, mert ilyenkor úgyis több süti készül, tehát a következő flódniba félreteszem a hűtőbe ezt a reszelt almát. Szerintem ez így nagyjából annyi, és most pedig ezt megszórom cukorral. Én ezt így szoktam csinálni az almás piténél is. Megkóstoltam, úgy éreztem, hogy savanykás, úgyhogy szerintem egy 4 evőkanál cukor biztos rámehet. Megpróbálom egyenletesen. És ami még nagyon passzol hozzá, az almához is, és a karácsonyhoz is, az az őrölt fahé. Azt is csak így rászól. Már csak egy réteg van hátra. Már eléggé magasan vagyunk a tepsi tetejénél, meg különben is szeretném, ha nem a levegőt sütnénk benne, hanem a sütit, és így egyenletesebb lesz az egész felvágáskor is, ugye, tehát az almába se lesznek nagy rések, ezért lenyomkodom. Ez jó tesz az alatta levő rétegeknek is, amik között lassan olvadozik a
tészta. Következő emelet. Ide jön a szilvalekvár. Hogyha nem lenne elég sűrű, mert ugye nem minden szilvalekvár sikerül egyformán, akkor azt szoktam csinálni, hogy beteszem egy széles lábosba, egy nagyobb alapterületű lábosba. Szerintem ideális a wok, és a wokban szoktam egy picit még főzni, sűríteni, de ezt az elmúlt nyáron olyan szépen sikerült megfőzni ezt a szilvalekvárt, hogy ennek nem kell sűrítés. Ebből is egy szép egyenletes, nem túl hivalkodó, uralkodó réteget kialakítok. Olyan illata van, mint az augusztusnak. És mivel a dió és a mágtöltelék elég édes, és ez pikáns, ez az alma és a szilva töltelék, így nem lesz a sütise nagyon nehéz. Enni könnyű lesz, az biztos. Jön az utolsó, ez a teteje. Ugye meg lehetne enni, ha nem figyelnénk most a tojás nélküliségre. Meg lehetne enni a tetejét tojással, hogy szép fényes legyen, de ezt most nem tesszük, hanem hagyjuk, hogy így megsüljön. Ha szép pirosra sül, mert elég nagy a zsírtartalom, akkor úgy is szép, ha nem, akkor majd megszórom a tetejét egy kis porcukorral. Átszúrnám villával ezeket a rétegeket, hogy semmiképpen ne puposodjon föl, hanem a gőz, a keletkező gőz, az a lyukakon keresztül távozni tudjon belőle. Mivel nagyon zsíros a tészta, ezért nagyon könnyen felolvad, tehát már ennyi idő alatt átbökhetővé vált. Ezután bekerül a sütőbe, 180 fokra légkeverésre, aztán ha kihűlt és állt egy picit, akkor felvágjuk. Kivettem a sütőből a tej, tojás és gluténmentes flódnit. Ez 180 fokon légkeveréssel 35 percet sült, majd további 20 percet sült 160 fokon, tehát szép piros lett, úgyhogy az egész porcukros ötletem ez teljesen fölösleges, mert ez így is nagyon szép, de ennek most ki kell hűlnie. Hagyom, hogy itt a konyhapulton szobahőmérsékletűre hűljön, és utána letakarom egy alufóliával, hogy semmiképpen ne száradjon ki, hanem a rétegek egymás nedvesség tartalmával kiegyenlítődjenek, és holnapig a fólia alatt fog pihenni. És akkor úgy gondolom, hogy könnyen szeletelhető és guszta süti lesz belőle, holnap megnézzük, hogy milyen felvágva. Elkészült a flódni, kihűlt, felvágtuk. Ez az a süti, amiben nincsen tojás, tejtermék és glutén. Mindenkinek jó étvágyat és boldog karácsonyt kívánunk!